Szombaton ünnepelte 60. jubileumát a Váci Harmónia Kórus. A Művelődési Központ aulájában fellépett az együttes 60 tagja, de koncertet adott a Nosztalgia női kar és a Vegyes kar is. Az évfordulón jelenleg és egykori karnagyok Szarka Tamás, Orosz Dóra és Verebély Ákos is vezényelt. Szeretettel köszöntöm Letfusz Kata kóruselnököt és Szarka Tamást karnagyot, aki a 6. a sorba talán. Olyan régi együttesről van szó, ugyanis ezt az együttest még 64-ben alapította Bogányi tanár úr, aki még engem is megénekeltetett annak idején, de ez lényegtelen, nem szerettem sok ember egyszerre énekelni. Tehát milyen volt a 60. jubileumi ünnepség? Miről szólt ez? Felemelő volt, ugye itt azért is szem előtt tartottuk azt, hogy nagyon sokan a régi tagok is csatlakozhassanak hozzánk, és ezért volt ez a Nosztalgia Vegyes kar és Nosztalgia női karnak is a megjelenése, vagy lehetőséget adtunk, hogy megjelenjenek. Illetve azt a szempontrendszert követtük, hogy megmutassuk magunkat most, hogy milyenek vagyunk most, és visszamentünk szépen az időben, és ezért hívtuk meg a korábbi karnagyokat is. Többen sajnos egészségű állapotuk miatt nem tudtak részt venni, és nem tudták elfogadni a meghívásunkat. Viszont például Orosz Dóra és Verebély Ákos eljöttek, és ők is 3-3 művet vezényeltek. És erre próbáltuk felfűzni az egészet, hogy egészen a női karig, a megalakulásig vissza tudjuk vinni. Megkapták előre a régiek, nem tudom, 60 ember volt jelen a repertoárt, vagy hogyan tudta készülni erre az eseményre? Közel 60-an mi vagyunk a jelenlegi kórusban, és hozzánk csatlakozott még 20-30 ember, nem tudom az pontosan, hogy igen, végül annyian lettünk. Mindenki énekelt az eseményen? Régi tagokat láttam a nézők között, akik már nem jöttek föl a színpadra, de az utolsó művre még sokan csatlakoztak hozzánk, mert a kórus himnusza a Bárdos régi táncdala, úgyhogy ezt sokan énekeltük. Ez a Harmónia Kórus azért egy Vác helytörténet szempontjából egy kihagyhatatlan együttes. Mennyire vihető tovább ez a műfaj úgy, hogy közben tényleg van egy Vox Humana is a városban, és még talán van az egyházi énekkar is van. Tehát mennyire lehet megkölteni ezt a műfajt? Hát szerintem van létjogosultsága. Tehát ez igazából azt mutatja, ez Vácnak a gazdagságát mutatja, hogy ennyi kórust elbír tartani. Az, hogy a koncertre megtelnek a termek, közönség bőven van, és énekelni is jönnek. Ugye kezdetben, amikor én 2 éve átvettem ezt a kórust, akkor 36-an voltak a tagságban. Most közel megduplázódott a tagoknak a száma, tehát most vagyunk 57-60 körül nagyjából. Így mindenképpen mondanám azt, hogy a közösségre való igényt is ki tudjuk így elégíteni. Tehát nagyon... Mitől lódultak meg ennyien? Az új karnagynak munkájának köszönhető Pontosan. Volt? Tehát mi volt a motiváció? Pontosan. A motiváció a személyisége Tamásnak, illetve az első közös koncertünk az egy adventi koncert volt, ahol még Bogányi tanár úr ott volt. És ő látta Tamást vezényelni, és azt mondta, hogy jó kezekbe került a kórus. És ezt nagyon sok régi kórustag meghallotta, eljutott hozzá ez az információ, és sokan jöttek vissza énekelni. Mitől lehet vonzó ez a műfaj egyébként azoknak, akik énekelnek, akkor miért menjenek énekkarba énekelni? Én mindenképpen a közösséget mondanám, hogy együtt vagyunk és számíthatunk egymásra. Rengeteg programot csinálunk magunknak, nem csak koncertképében, hanem például elmegyünk kirándulni, vagy például tavaly és tavaly előtt is elmentünk Pozsonyba, csak úgy felültünk a vonatra, és akkor ott az adventi vásárban tartottunk ilyen kis flashmobokat. Tehát mindenképpen az élmény, a közösség, illetve egészséges is az éneklés. Tényleg, mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, akkor előtte beszélgettünk, és említettétek azt, hogy egészséges. Mi az, hogy egészséges az éneklés? Mitől egészséges? Hát egészséges. Kitisztítja a légutakat, növeli a tüdőtérfogatot, segít a koncentráció képesség megőrzésében, mert ugye figyelni kell nagyon egymásra is, tehát több tényezős az egész. És ezért az idegrendszerre is nagyon jótékony hatással van, illetve a légzőszervekre is. Amikor jelentkeznek énekkari tagnak, akkor van ott egy felvételi, mert ha néz az ember ezeket a tehetségkutatókat, akkor rengeteg a jelentkező, de rengeteg olyan van köztük, hogy se hangja nincs, se pedig hallása a zenéhez. Tehát van egyfajta felvételi
Vizsga vagy meghallgatás? Hogy néz ez ki? Legalább egy elbeszélgetés van a Tamással, és általában olyan emberek szoktak jönni, akik már énekeltek. Akik azért tudják, igen, hogy tudnak énekelni. Igen, igen. És annak alapján, hogy a hangjuk hova tartozik, azt már a karmester osztja el? Igen. Hogy akkor ez alt lesz, ez szoprán? Igen, hát ezt a hangszínükből tökéletesen meg lehet állapítani. Illetve, hogyha nem lennék benne biztos, akkor megskáláztatom őt fölfele is, lefele is, és akkor abból kiderül a hangterjedelme, de a hangszínből rengeteget lehet következtetni. Mikor a repertoárt összeválogatjátok, akkor milyen szempontok alapján történik? Mi az anyag, amiket előadtok? Nagyon vegyes. Amikor én érkeztem, akkor sokkal több világi témájú énekeket énekelt a kórus. Én próbálok nyitni egy kicsit az egyházi, komolyabb egyházi művek felé, illetve a komolyabb világi művek felé is. Ez nem lehet pontosan korszakra behatárolni. Tehát én nagyon szeretem a régi zenét, nagyon szeretem a kortárs zenét, de emellett én hozok mindenféle stílus rétegből. És a énekkarosok mit szeretnek? Mert vannak nehéz darabok, amiket aztán megtanulni is nagyon nehéz, és miután már nagyon sokat dolgoztak, akkor sem biztos, hogy a közönségnek az fog a legjobban tetszeni. Ezt tudjuk. Mi a tapasztalat? Néha ellentmondásos a karnagyunk és a kurustagoknak a kedvelt művei között, de hát most éppen egy minősítő koncertre készülünk, ami egy hónap múlva lesz, és oda, hát ahhoz, hogy jó minősítést kapjunk, nehezebb műveket kell vinni, úgyhogy elég régóta tanulunk elég nehéz műveket, várjuk, hogy túl legyünk ezen a minősítőn, és kicsit könnyedebb művek jöjjenek. Miért fontos ez a minősítő koncert egyébként a együttes életében? Azért, mert jövőre minden harmadik év után a Kóta szervez egy minősítést lezáró versenyt, ez a Kodály Zoltán Magyar Kórus verseny, amire én eltökélt szándékom volt, amikor először megismerkedtem a kórusra, hogy őket muszáj elvinnem erre a versenyre, mert akkora potenciál van bennük, hogy ezt nem lehet kihagyni. Viszont ahhoz, hogy ezen a versenyen részt vehessünk, ahhoz a minősítőn is legalább jó minősítést kell elérnünk. És úgy néz ki, hogy össze fog jönni? Tehát? Én nagyon bizakodom benne. Jó hang a kórus. Ugye mindenki tudja, hogy Vácon két nagy kórus van, a Vox Humana, meg a Harmónia kórus. Ez egy kicsit rivalizáció volt egyébként? Egymás között, hogy mi jobbak vagyunk, én oda megyek, én inkább oda? Ez régebben lehet, hogy így volt, ma már szerintem nincs így. Vannak áténeklések, hogy tagok egyik vannak kórusból? Vannak cserélődések, igen. Igen, abszolút. De nem számít árulónak manapság. Nem. Mikor haladjuk legközelebb a Harmónia kórust? A legközelebbi koncertünk az a minősítő hangverseny lesz november 23-án, illetve utána december 14-én az adventi főtéren, az adventi forgatagban fogunk énekelni majd a színpadon. A minősítő koncert az hol lesz, vagy a Madách Imre Művelődési Központban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttök. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. Sok sikert kívánok. Köszönjük.